Azok a tüntetések, amelyek már tavaly elkezdődtek, ugye annak idején az internetadóval, aztán folytatódott a most éppen a, az útdiakkal kapcsolatos tüntetések zajlanak. Mi annak az oka, hogy ezek egyáltalán elindultak, és hogy még mindig tartanak és folytatódnak és újra szerveződnek? A Fidesz egy kicsit nem gondol arra, hogy talán a kommunikációja volt a rossz? Tehát máshogy kellett volna ezt az embereknek tálalni? Vagy ön hogy látja? Ezt? Lehetett ilyen része is. Az első komolyabb megmozdulás sorozat az az internetadónak elhíresült. de igazán a távközlési adó kiterjesztéséről van szó. Ez már csak megfogalmazásbeli kérdés, de mindannyian tudjuk, miről van szó ez ellen indult el egy tüntetés. Azt mondhatnánk, hogy tartalmilag ez még fogható, érthető volt, hogy ott ki mit akart, azt mondták, hogy nem, ez egy jövőtől való lehetőségnek az elvágása a fiataloknak, már ma ez a kommunikációs felülete, ezt ne sújtsuk, ezt erősíteni kellene, stb. A kormány ebből visszavonult, épp október 31-én jelentette be a miniszterelnök a reggeli rádióbeszédében, hogy elállunk ettől, és indítsunk erről egy nemzeti konzultációt. Dajcs Tamást bízta meg, és az idejében ezzel is kezdődik, hogy na, tényleg mit gondolunk erről az internet világáról, mert az rendben van, hogy rendkívül hasznos maga az államigazgatás, és ezt használja, ügyfélkapu van, és a ne sorolja, már tényleg ennélkül most már elég nehéz a különösen a felnövekő generációnak élni, mert ez együtt él vele. De hát azért ennek vannak egyrészt káros oldala is, ezt, ezt, tudjuk, adatokat lopnak el, nem kívánatos oldalak terjengenek olyan körökben, fiatalok körében, akinek talán még nem kéne ezekkel foglalkozni, stb. 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 Tehát egy kicsit összetette bennél a kérdés. Na, ezt kell majd a konzultáció alatt megvitatni. És utána vált egy kissé érthetetlenné a tüntetők sorozata, száma, és hogy mi, mi ellen is tüntetnek, mert akkor még nem nagyon értettük, hogy minden idézőjelbe teszem piszlicsári ügy miatt most már valaki tüntet. Annyiféle tüntető csoport van, ha most valaki elkezdte megnézni, akkor némelyik mögött található klasszikus ellenzéki pártok által is elfogadott ok, hogy miért kell tüntetni, aztán vannak teljesen civil szervezetek, sőt megkérik, hogy ne is legyenek ott pártok, aztán ezek a civil szervezetekből is most már három vagy négy van, időnként összefognak, időnként összevesznek, most például a jól láttam az egyik nagy tüntetés szervező azt mondta, hogy na soha többé ezekkel nem lehet értelmes dolgot csinálni, Okokat és célokat nem nagyon látunk, hogy mit akarnak majd kihozni, netán ö, olyan messzire nem is megyek, hogy kormányzó képesség is rejlik-e mögöttük, mert az totálisan nem. Egyelőre egy ilyen protest állás van, hogy tiltakozok minden ellen, körülbelül. Azért nehéz ezt fogni, mert ugye 2014-ben volt egy választás, tehát amikor tiltakozni akarok valami ellen, akkor azt mondom, hogy na őket nem szavazom meg. Tehát ugye ez a tiltakozásnak a demokratikus, klasszikus módszere és hogy a netán a megválasztott törvényhozói többség valami olyan drámai intézkedés ami az egész társadalmat fölháborítja, na akkor szokott olyan történni, hogy úgymond első prik megsemmisítik a kormányon lévőket, de ezt az óriási társadalmi elégedetlenséget nem látjuk, sőt most már egyértelműen bizonyított, hogy a tüntető csoportok belső magja az egy ilyen folyamatos tüntető, mindegy, hogy hirdeti meg a tüntetőt, de egy ilyen ezres, kétezres tömeg az úgy egy az egybe megy, mint főállású tüntető, hogy ma ezek hirdettek tüntetést, akkor oda megyek, hónap ezek, akkor oda itt kiabálok, ott kiabálok, stb. Tehát egy ilyen típusú helyzet alakult ki. Most már, miután sejtettük, hogy ez úgy nem magától gerjesztődik, hogy a hétköznapi ember egyszer csak úgy érzi, hogy most már tüntetnem kell. Mert, mert nem láttuk, hogy 2010 és 2014 között, annyi, amikor egyébként merem még azt mondani, hogy voltak talán ennél még fájdalmasabb intézkedések, közismert volt, hogy ki kellett kerülnünk a túlzott deficit eljárásból, nem akarok visszamenni, ott hatalmas dolgokat vitt véghez a kormány, hogy talpon maradjon a gazdaságunk, és ne oljon össze, mint a görögöké, portugáloké, és most nem sorolom már az eseményeket, hanem ebből még növekvő pályára tudtuk állítani a gazdaságot. Nos, az akkor intézkedések mentén nem, nem, nem volt ilyen düntetés. És miután sejtettük, éreztük, hogy emögött valaminek lennie kell, na közben megjött ez az amerikai kitiltási ügy, akkor már sejtettük, hogy itt Amerika esetleg annak liberális körei, soros alapítvány, egyebek, akik mindig szeretnek ilyen demokrácia élharcosaiként főtűnni. Aztán, amikor megnézzük, hogy Amerikában milyen a demokrácia, akkor rájövünk, hogy ott kicsit durvább a demokrácia, tehát a szabadság elemek sokkal jobban korlátozottak, mint itt a mi térségünkben. Most az európai demokrácia elméletet mondom, itt sokkal szabadabb, még változatlanul a demokrácia elméletünk. Nos, az amerikai külügyminisztérium államtitkára jelentette be, hogy gyakorlatilag igen, azon országok, amelyeknek a vezetőik ő nekik éppen nem tetszenek, ott a civil szervezeteket használják fel, és ők pénzelik őket, hogy szerveződjenek meg, és tüntessenek folyamatosan az aktuális kormány ellen. Na tehát eljutottunk addig, hogy igen... De Orbán Viktor miért nem tetszett mondjuk Amerikában? Tehát ez mi lehet az ok? Erre én, én a magam eszétől most mondok néhány okot, amely nem állítom, hogy minden elemző ugyanerre a következtetésre ö, jut, de én már akkor képviselő voltam 2000-ben, amikor egy súlyos kérdés merült föl, hogy a kiüregedő vadászgépeink, honvédség vadászgépeink helyett, a MiG-29-esek helyett milyen kellene venni. Ugye közelettünk, a, akkor már NATO tagok voltunk, tehát egyértelmű NATO kompatibilis gépet kellett venni, tehát az oroszok itt már nem jöttek szóba és a, a akkori kormánynak és kormányfőnek mondjuk meg őszintén volt egy egyértelmű elképzelése, európai gépeket szeretnénk. Ö, több európai gép van, amely teljesíti, messze teljesíti a NATO kompatibilitás legmagasabb követelményeit. Az amerikaiak minden áron ránk akartak sózni, most ezt a szót merem használni, használt F-16-osokat. Ennek mi ennel látunk, ők nem nagyon ilyen különféle képviselőket kerestek meg, parlamenti fideszes képviselőket, akiket különféle utaztatás és egyebek mentén meggyőztek arról, hogy, hogy jelezzék Orbán Viktornak is, és írjanak egy nyilatkozatot, hogy már pedig amerikai F-16-osokat kell vennünk, mi is nagyon komolyan gondoljuk ezt. Tehát Amerikának rendkívül érdekes meggyőzési módszerei vannak, a szabad így fogalmaznom. Kerekperec, ez nem így történt, közismert, hogy a grippen a, a svéd-angol a konzorcium által gyártott vadászgépeket vettük meg, amelyek egyébként egy magasabb szintet teljesítettek már akkor, legmoderne vadászgépeknek számítottak 2000-ben, akkor tiszta új technológiai gépek voltak, ezeket vettük. Innentől kezdve volt az, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag nem hívták meg többé az usa -ba. addig, Fene gyereknek tartották, a kelet-európai demokrácia úttörőjének, mindenki a tenyerén hordozta. Mindaddig, amíg Amerika gazdasági érdekével ellentétes lépést tett. Egyszerűen nem az amerikai vadászgép. Ez volt az első. A következő egy nagyon súlyos és elvi kérdés volt ez a paksi atomerőmű építése. Ebben most nem akarok belemenni abba a vitába, hogy, kell -e, hogy atomerőművel kell -e az energiánkat megoldani. Én villamosmérnök vagyok, erős áramú villamosmérnök, határozott igen a válaszom. Nem azt mondani, hogy akkor is az lenne, ha nem lennék politikus, ebben egészen biztos vagyok, én ezzel a foglalkoztam, bejártam, nincs olyan erőmű Magyarországon, amelyikben ne lettem volna, szenes, gázos, olajos, minden fajta, és az atomerőmű akkor épült, amikor egyetemisták voltunk, Azóta többször is voltam már benne, felnőtt fejje. No, nem kérdéses, ilyen olcsón, ö, ilyen környezet, minimális környezet szennyezéssel semmilyen más módon energiát nem lehet előállítani. Az a kérdés, hogy függővé tesszük magunkat valakinek, vagy nem tesszük. Az az erőmű építéssel, mert lejár a mostani paksi atomműnek a, a kihordás ideje, és ugyanakkor a kapacitás mennyiséget, 2000 megavatról van szó, szeretnénk építeni. Megnéztük egyébként, hogy mi történt más országokban, vannak, ahol amerikaiak építettek, például Ukrajnába erőművet. Egy kis probléma lett, nem tudták összeszinkronozni az ukrajnai erőmű hálózattal az amerikai, Amerika által épített atomerőművet. Az most ott zizeg, egyelőre nem tudnak vele mit csinálni. Szummázom az egészet, egyértelmű logikus döntés volt, hogy nincs olyan kivitelező, aki meghitelezné az atomerőmű építését, ezt az oroszok vállalták, az összes többi vállalkozás, mert van japán, dél-koreai, francia, angol és amerikai építő csapat, ezek mind magánvállalkozások, kőkemény magánpénzé, oda mennek és azt mondják, hogy kedves ország, mi építjük rendbe, az egyharmad részét már az összes építési költségnek kérjük előre, az akkor elkezdjük itt turkálni önnek a, a földet. Az oroszok megfordították, azt mondták, hogy meghitelezzük a, a, az egészet, az részletekben majd vissza lehet fizetni a pénzt. Ez az egyik része a, a pénzügyi része de a másik a technikai. Erről nem sokat beszélünk, és nem sokat tudnak, mert ez ne értsék félre, de ez érteni kell. Az oroszok építették a jelenleg működő atomerőművünket, akkor ez a világ egyik legmodernebb atomerőműve volt. Az is egy bemutató atomerőmű volt. Az oroszok meg akarták mutatni a világnak, hogy milyen modernet tudnak építeni, mint 82-be 82 kerültek az első blokkok átadásra. Most is erre készülnek, az egyik legmodernebb technológiát hozzák ide, egyébként ilyen technológiával jelenleg öt nem Oroszország területén 5, Oroszországon kívüli területen építenek jelenleg is ugyanilyen ö, atomerőművet, úgy mellesleg a, az oroszok, tehát nem akármilyen technológia és tudás van mögöttük. Egy ilyen technológiát hoznak ide, és a lényeg, hogy össze kell szinkronozni, mert egy darabig még a régi atomerőműnek kell működni aztán a négy blokk közül először lekapcsolnak egyet, kettőt, hármat, négyet. Közben itt a felépült új atomerőművi blokkokat be kell indítani, és itt nem lett semmiféle zavar. Borzasztó zavarok jöhetnek, aki ezért most nem akarom túlozni, hogy mi következhetnek be, de itt nem jöhet semmi. Magyarul az lesz a kedves oroszok, önök építették ezt is, önök építik most az újat is úgy csinálják, hogy itt semmi gond nem legyen, ne legyen, ha bármi lesz, önök vállalják érte a felelősséget. Ezt senki másra nem tudjuk megoldani, mert ha jönnek az amerikaiak, felépítik az újat, és valami üzemzavar van, azt mondják, hogy a régi orosz blokkok miatt van, hogy nem tudjuk összeszinkronozni. Az oroszok meg azt mondják, hogy semmi közünk hozzá, amerikai építették az újat, oldjátok meg az zegény. Mi meg itt maradunk áram nélkül, vagy összeomlik a energia, tehát a elektromos rendszerünk. Tehát itt, itt ennél sokkal mélyebb ez a dolog, de a tény az, hogy az oroszok építik, ezt Amerika nem tudta most egyelőre megemészteni. Valamint olyan kérdésem, amelyben Orbán Viktor jelezte, hogy véleménye szerint az a liberális gazdaságpolitika, amelynek főzászlóvívője egyébként Amerika is próbálja terjeszteni különböző országokban, az nem volt sikeres a válsággal küzdő országokban. Mi egy teljesen más innen jött ez a szó, illiberális gazdaság elméleti rendszert folytattunk, amelynek egyelőre merjük mondani, hogy sikerei vannak. Most veszik át több európai ország gazdasági válsága küzdő több európai ország ezeket az elemeket, és azt állítjuk, hogy ennek az elméletnek nincs, mármint a, ennek a liberális és időnként ultraliberális, főleg banki pénzügyi rendszerekre alapozott gazdasági fejlesztésnek a válság idejében, ez nem jó modell volt. Úgy tűnik Hát a görögöknél megnézni, ott az, ott az amerikai modell szerint mondták meg, hogy, hogy, hogy kell szigorítani, meg elvonni, meg stb. És még nagyobb bajban vannak, mint voltak 2008-ban. Pedig azt gondolták, hogy azok majd felfelé mennek. No, ezt gyakorlatilag Obamáék, Barack Obamáról beszélek, az ő ideológiájuk elleni támadásnak minősítették. Ezt ugye itt a ideglens ügyvő André Goodfriend ezt többször ki is fejtette, most fog majd jönni egy új nagykövet, asszony. Hát az amerikai modellről még csak annyit, hogy hogy lesz valaki nagykövet Amerikában, ez hihetetlen, de mégiscsak így van. Azok pályázhatnak nagyköveti címre, akik a választási, az elnök választási kampányban, tehát Barack már, a legtöbb ö, ö, kampánypénzt összegyűjtötték vállalkozóktól. Ez a hölgy, aki ide fog érkezni, egy amerikai szappanopera sorozatnak egy tévében, egy rendkívül sikeres, egy bődli sorozat, de rendkívül ezt nézik egyszerűen, hát ilyen, ilyenek vagyunk, ezt tudjuk, ezt nézik, óriási siker van annak a sorozat, annak a producere. Egy, egy, egy világi gazdag hölgy, életében politikával, netán külpolitikával még soha nem találkozott, na most ő lesz Magyarország. Ezzel ellen Amerikában is tiltakoztak, ha jól Így van. emlékszem, hogy sem nagyon Nem akarom messzire menni, tehát nem, nem én humorizálom itt el ezt a történetet, de egy ilyen nagykövetet küldtek most ki Argentinába, meg most egy ilyen Magyarországra. Januárban, tavaly januárban vagy februárban volt az első meghallgatásuk, és akkor a, a szenátus megbuktatta őket, nem engedte ki. Most Obama nem, támít, nem, nem, tágított, még egyszer őket jelölte, ilyenkor már nem tudnak, nem lehet ilyenkor már ellent mondani az ottani szabályok szerint, tehát kénytelenek voltak elfogadni. Őrütten megkínozták, leégették a két jelöltet, tehát azt mondták, hogy hát Obama ezt akarja, akkor menjen, menjenek. Most ez a hölgy majd még elmondja, hogy mi mennyire buták vagyunk mi itt, magyarok. Nem erről van szó, hanem arról, hogy egyelőre az európai érdekeket és a magyar érdekeket nézzük és védjük, és nem annyira az amerikai. Itt köszönjük, szövetségesek vagyunk NATO-ba, világpolitikai rendszerekbe, de elnézést, nekünk is vannak érdekeink. Ők nem tudják egyelőre úgy néz ki megemészteni azt a függetlenedési politikát, amit energiában, netán kereskedelemben a keleti nyitás felé tettünk és úgy néz ki, hogy akarnak a klasszikus nyugat-európai országok és Oroszország közé egy olyan övezetet, ami a volt szocialista országok, amennyire emlékszünk, tehát Szovjetunió és Nyugat-Európa között ott felépítették ezt a szo szocialista országok vonalát, akkor persze az oroszok akarták, most pedig úgy néz ki, hogy Amerika akar egy mindenkor egy ilyen védelmi övezetet, hogy Oroszország itt ne nagyon terjeszkedjen energiával, üzlettel, meg mindennel e Európa felé, és védjük meg a nyugat-európai részt, mi legyünk újra az ütköző zóna, a Bulgária, Románia, Magyarország, Lengyelország, Litvánia, tehát az észt balti államok félkaréja. Hát ez egy csúnya geopolitikai jászma Amerika és Oroszország között, aminek hát valamilyen szinten alanyai lettünk. Én ide vezetem vissza ezt az egész konfliktust. Tüntetősek. És akkor ez mögött generált tüntetés sorozatot.